A Szent Imre Katolikus Általános Iskola testnevelő tanára Csontos Kálmán évtizedek óta neveli, oktatja, edzi az iskola fiatal tornász palántáit, akik évről évre szép eredményeket érnek el. A nemrégen befejeződött országos döntőről, a korábbi sporteseményekről és az egész éves munkáról beszélgettünk Csontos Kálmán tanárúrral. Megyei döntő megnyerése után mi volt a következő lépés? Következő lépés volt az országos területi döntő, melyet Szegeden rendeztek. Most már az elmúlt 2 évben Szegeden rendezik. 2 nagy területet csinálnak az országba anyagi okok miatt. Az egyik Pesten van, a második pedig Szegeden. Itt volt 8 csapat, és nagyon szépen sikerült. Az utóbbi évek talán legszebb eredményt értük el, 3. sikerült lenni. Nagyon szoros volt a verseny, és 10-ek választottak el, ennek nagyon-nagyon örültünk. Meg kell jegyezzem, hogy minden gyermek maximálisan teljesített, és nem rontott senki sem. Szép pontszámokat kaptunk, úgyhogy óriási elismerés volt. Ez az első korcsoportos gyerekekre vonatkozik, ők lettek 3. A második korcsoportos gyerekek 7. helyezést értek el. Ők nem jutottak ugyan az országos döntőbe, de nagyon sok dicséret illeti őket is. Erős volt a mezőny, szintén 10-ek döntöttek, de ezt így kell elfogadni. Egyik oldalon sikerült, a továbbjutás a másikon pedig éppen mi maradtunk le, de ez az élet. Tanár úr, hogyan viseli el a verseny izgalmát, rágja a körmét esetleg, mert hiszen ott már semmit nem tud tenni? Igen, stresszbe vagyok, megmondom őszintén, nem is szeretek vezetni sem ekkor, sőt nem is vezetek. Állítólag akkor, amikor versenyben, akkor húzgálom a zoknimat, mert a nadrágomat, nagyon szorítok értük természetesen, és még mindig stresszbe vagyok, be kell vallanom őszintén, ezzel jár, hisz dolgozunk éveken keresztül. És nem mindegy, hogy a gyerek mit fog produkálni. Szurkolni kell, érdekes módon van, amelyik akkor nyugszik meg, van, amelyik gyermek akkor izgul legjobban, stressz, ugye? És mindenképp én is átélem velük, élek, és de ez így természetes. Említette, hogy néhány tized csak a különbség a csapatok között. Ez tulajdonképpen mit jelent? Egy lépés 10 centivel arrébb érkezik valaki? Igen. Például egy ellépés 2 tizedet jelent. Ellép valaki véletlenül, ez 2 tized. Nagyobb hibákért már 5 tizedet vonnak le, és egész komoly hibákért pedig 1 egészet. Tehát itt általában a pontszámok 7 egész fölött kezdődnek, ugye 10 a maximális, 7 egész fölött kezdődnek, 9 pontot elérni már nagyon nehéz, tehát a 7,8 egész fölötti gyakorlatok jellemzőek. Szegeden nagyon jól sikerült, és 8 egész fölött kaptunk minden szeren, sőt ugye 9 fölött is volt pontszámunk. Az nagyon jó, nagyon kimagasló jó. Egy ilyen kicsi gyerekkel. Országos eredmények? Országos döntő az múlt héten volt, illetve március 11-én volt Budapesten a tornacsarnokban, éveken keresztül mindig ott rendezik.
Ez egy csodálatos tornacsarnok. Most az országos döntő nem sikerült annyira jól, mert 11-ek lettünk, voltak rontások, szinte mindenki rontott, izgultak, érdekes módon, hogy miért izgultak, ezt nem tudom, de volt már verseny, voltunk már ott is, voltunk más versenyen is, és nagyon izgultak a gyerekek, nagyon komoly bírók voltak, országos és nemzetközi bírók, és ugye minden apró hibát észrevettek, de most rontottak, nem baj, nem probléma. Ugye azt mondjuk mindig, hogy a vereségekből lehet nagyon sokat tanulni, erre fogunk építeni, és a gyerekek is belátták, illetve tudták azt, hogy hol rontanak. Igyekszünk jövőre majd a csorbát kiköszörülni, és jobban szerepelni. Én is így is elégedett vagyok vele. Szintén tizedek döntenek már itt a csapatok között. Ott országos döntőn már nagyon jó csapatok vannak, és jövőre próbálom majd még ügyesebbek lenni. Ebben az első korcsoportban, akikről most beszélünk, igen, ott hány csapat indul? Ott az országos döntőn 12 van, tehát ott 12-es döntők vannak, 4 körbe osztanak bennünket, 4-3-as körbe, és ezek a gyerekek tulajdonképpen a első-másodikos korosztályt jelenti, ezt öleli föl. Van néhány harmadikos is, akit fiatalabb évjáratú, hamarabb feladták iskolába, és így ő még visszaversenyezhet. Hát ezek nyilván előnyben vannak még itt ezen a versenyen. Hogyan ítéli meg, amennyiben sikerült megismernie az ott versenyző csapatokat, hogyan ítéli meg a feltételek, vagy az óraszámok, vagy egyáltalán ügyesebbek azok a gyerekek, akik éppen most aranyérmesek lettek? Ilyenkor kellene, ilyenkor divat az, hogy elkezd panaszkodni az ember. Ne panaszkodjunk, ne panaszkodjunk. Én úgy gondolom, hogy sem tiszafüredélyeknek, sem itt a mi iskolánknak nem kell panaszkodni. Nem azt mondom, hogy a legjobb körülmények között dolgozik, mert nem igaz, de nem is a legrosszabb körülmények között. Átlagos feltételeink megvannak nekünk is. Amiben ők előttünk járnak, úgy gondolom az az a kiépített rendszer, amiben dolgoznak. Megkezdik óvodáskorba, a szülő hozza. Egyesületi szinten csinálják, tehát egyesületbe próbálják a gyerekeket beterelni, és hozza a szülő a gyereket, és minden megtesz, anyagiak tekintetében is, azért, hogy a gyereke tovább fejlődjön. Óriási nem ennyien járnak, mint itt nálunk, hanem sokkal többen járnak. Több edző foglalkozik velük, ez is pontos. Egy 2-3 főből álló edzői team foglalkozik velük, és érdekes módon, még azt is el kell mondani, látom azt, hogy az egyetemek, főiskolák, gyakorló iskolái ott vannak, és akkor az illető tanár úr, kolléga, aki tanít az egyetemen, főiskolán, a növendékeknek, a főiskolás egyetemista növendékeknek kiadja tulajdonképpen feladatul, illetve beszervezi ezeket a gyerekeket, mondjuk szépen, beszervezi ezeket a tanárjelölteket, és ők foglalkoznak. Érdekes volt látni, hogy a bemelegítésnél gyakorlatilag csak ültek a padon, nem csináltak semmit, hanem a diákok, az egyetemisták, főiskolások végeztették például a bemelegítést, mindent. Nagyon jó ez egyébként, mert tanul az a illető kollega, a kollega jelölt is nagyon sokat a versenyekből, nyilván így megoszlik, és ha például háromszerbe gondolkodom, ha van 3 edző, mindegyiken van valaki, ahol tud segíteni, gyakorolni, felügyelni, és jobban megy a munka. Tehát azt mondom végül is összefoglalásképpen, hogy nem rosszak a mi körülmények, nagyon jó lehet. Versenytalajon dolgoztunk, a versenytalaj az jóval keményebb, de ugyanakkor ruganyosabb is, mint a miénk, de azt kell mondanom, hogy ne panaszkodjunk, még az edzések száma az 3-4 edzés. Tehát ott keményen este is jönnek edzésre a gyerekek, este is mennek. Sajnálom őket egyik. De szívesen csinálják. Én úgy gondolom, hogy szívesen csinálják. Este is jönnek edzésre, a szülő fizet érte, tehát abszolút. Én úgy gondolom, hogy minden szülő nagyon-nagyon sokat tesz a gyerekeért. Mi szüleink is nagyon sokat tettek az utaztatásért, ami még egyszer köszönök nekik, de picit szervezettebben készülnek, úgy hiszem, a legjobbak, mint mi.
Tanár úr, ha találkozik, vagy találkozott egy nagyon-nagyon tehetséges gyerekkel, igen, van-e arra lehetőség, hogy őt tovább is kísérje az útján? Tehát akár olyan sportgimnáziumba eljutassa, esetleg utána egyetemre kerüljön, vagy olyan válogatott szintre, ami talán Tiszafüredről nem is tud eljutni. Végül is lenne, de ez azt határozza meg, hogy a gyerek hová szeretne menni tovább tanulni. Volt egy nagyon ügyes gyerekünk, aki elment egy évre Budapestre, mert elköltöztek a szülők, elment a Fradinak a sportiskolájába, és érdekes módon nem tornával foglalkozott, hanem kézilabdával. Majd most visszajött a gyermek, most itt újra tornázik, ott a Fradiban is nagyon kemény torna élet van, de ugyanakkor nagyon komoly kézilabdás munka is folyik. Ő a kézilabdát választotta. Nem tudom igazán befolyásolni, megmondom őszintén. Fáj a szíve érte? Lehet, de egyébként egy ilyen gyermeknek az lenne az igazi, hogyha több sportágat kipróbálna ebben a korban mi, és majd később jönne ez, mert az biztos, hogy előnyére válik, ha valaki több sportágba jeleskedik, több sportágat kipróbál. Kicsit fáj, itt a környéken leghamarabb, legközelebb, mint említettem, Kunhegyesen, Kisvészáráson, Karcokon lenne élet, de ha nem megy oda tovább tanulni a gyermekünk, akkor nem tudunk mit tenni, más az érdeklődése. A tanév hátra lévő részében milyen feladataik vannak még? Versenyünk már nem lesz. Ilyenkor szokunk játszani, ilyenkor építjük be a kicsiket. Tudnék, egész évben nem tudunk játszani, mert a munkával foglalkozunk. Készülünk a versenyekre. És ugye a torna arról szól, a hiba javításról, a hiba keresésről. Egy bíró miért ül ott? Azért, hogy keresse benne a hibákat, milyen hibákat lehet benne, és akkor szigorúan vonja le. Majd igazságtalan kicsit ezekbe a pontozásos sportágokba, lepontozza a gyereket, aztán fölteszi a pontszámot, körbejáratják, hogy lássa a közönség is, a nagy létszámú közönség, mert a torna versenyeken a gyerekeknél még nagyon sokan eljönnek, és egyfajta hibakeresés, és nincs időnk játszani. Visszatérve, és ilyenkor játszunk, ott van a szivasszőnyeg is, majd nem sokára ugrani fognak oda, és nagyon élvezik a különféle ugrásokat, szaltózni, meg egyéb dolgokat is nagyon szeretnek a gyerekek, de tulajdonképpen ilyenkor játszunk, és építjük be az elsősöket, másodikosokat, mint tetszenek látni, most is van több elsős gyerek, aki még most kezdte, a gyakorlat végrehajtása még problémás, de nem baj. Itt vagyunk, csináljuk, és bízunk abban, hogy sikeresek lesznek ők is. Én is bízok benne, és sok sikert kívánok természetesen. Köszönöm.